Fiatal koromban játszottam Szlovákiában is, meg Magyarországon is, és lehet, hogy ez pont jól jött ki, mert mind a kettőből tudtam erőt meríteni, így sokkal több dolog ragadt rám. A felvidéki származású focista Magyarország és Szlovákia mellett angliai, oroszországi és izraeli klubokban is futballozott. Eddigi legfontosabb góljának a Magyarország-Norvégia Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóján szerzett találatot tartja. A válogatott elmúlt időszakát sikeresnek értékelte. Kijutottunk az EB-re, ott egy nagyon csodálatos pár hetet töltöttünk el, és tényleg bízom benne, hogy ezt a jövőben is majd tudjuk folytatni. Úgy érzem, hogy most kicsit nehezebbek lesznek a selejtező mérkőzések, 7 pontunk van eddig, de bízom benne, hogy egy hasonlót majd véghez tudunk vinni. A beszélgetés során természetesen a Daci szóba került. Priskin figyelemmel kíséri a csapat szereplését, és nem tartja kizártnak, hogy egyszer Dunaszerdahelyen futballozzon. Nagyszerű szurkolás van, és nagyszerű emberek veszik körül az itteni futballt, úgyhogy ha egyszer lenne egy ilyen lehetőség, akkor persze részemről nem lenne probléma. A 30 éves támadó legfontosabb feladatának azt tartja, hogy mindkét fronton, tehát a magyar válogatottban és klubcsapatában is jó teljesítményt nyújtson.